Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai nap Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt első leveléből fogunk egy kis részletet olvasni. Testvéreim, az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek. Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára, az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk. Vigasztaljátok egymást ezzel a tanítással. Kedves testvérek, kedves tévénézők! Az emberek szemében Jézus korában a világot nagyjából a Római Birodalom jelentette. Ők úgy látták és úgy gondolták, hogy ezt rövid idő alatt be lehet járni az evangélium hirdetésével, és akkor ugye Krisztus újra megjelenik. Ezért merült fel az a kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik közben elhunytak. Ők nem lesznek tanúi Krisztus dicsőségének? És az apostol ezekre a kérdésekre, az ilyenfajta kérdésekre adja meg a választ, hogy kiderül a válaszából, hogy Jézus eljövetelének természetfeletti módja van. Ilyen kísérő esemény például a főangyal kiáltása, az Isten harsonája. Érezzük, hogy az apostol egy nagyon szép színes leírást, egy császári bevonulásnak az ünnepségét kölcsönzi, hogy megértsék a testvérek, a hívek a lényeget. Akkor mi is a lényeg? Az, hogy Krisztus eljövetelekor megtörténik az egyetemes feltámadás, és mindenki ítélet alá fog esni. Amen.